Ha üldözés volt, akkor a rádióba beleütötték a lábukat, térdüket. Közúti forgalomban és műszaki vizsgán csak úgy lehet, hogy azok le vannak takarva, igen, ugye, meg a kék láb. Ahogy itt kibeszálltak pisztolytáskával, bilincsel, ezek rögtön leütöttek, megsérültek. Fordulnak be a börtönbe egy ilyen poros, szűk, nagy kapu. Befordult az első autó, lefulladt, neki ment a második, és visszagurult a harmadikra. Mind a három autó összetört gyakorlatilag, igen, a forgatás alatt. Régi rendőrök, ahogy megkapták mondjuk újonnan, téli időszakban az volt az első, hogy a vásártéren, hogy lehet az autóval driftelni, keresztbe menni. A Viszkis Rabló 2021-ben ezt az autót ellátta az aláírásával. Kiskatonák vagy a határőrök ezzel csak vízszintesen tudtak szaladni. Tehát nem tudták fölfordítani, aha, mert a gyári reteszelő sínről ez vissza tudott csúszni. Amikor már meg volt kopva egy kicsit égszíj meghajtású, sokkal kisebb motoros volt, de ugyanúgy forgótányéros. Az ötvös csöpi is, mikor kilép a 2002-es. Ezt a csövet markolja meg, amikor a helikopteres téma van. Igen. Igen. Fogadjuk, hogy gyermekkorodban sokat játszottál rendőröset, tűzoltósat, például villogós autókkal. Én is, csak még mindig! Ma mindent meg fogsz tudni a régi rendőrautókról, a villogókról, a felszereléseikről, rendőrsztorikról, az URH-k, nem is tudom mondani. Itt van Péter, aki jobban tudja nálam. Az úriember Szeveni Péter, ő az, aki a rendőrautók és felszereléseik témájában van annyira megszállott, hanem jobban, mint én vagyok mondjuk Knight Rider szempontból. Szia Péter, ő lesz ma a túravezetőnk! Üdvözlök mindenkit! Tehát Lada 1003-as és Kocka Lada 83-as, 1002-es. Az 83-as, az 92-es. 92. Mind a két rendőrautó a tiéd, de van ezen kívül még másod is, igaz? Van, igen. Tűzoltó zsukkom, honvédségi ifám. Jó, oké, ne szaladjunk ennyire előre. Hogyan kezdődött ez az egész? Ugyanúgy, mint nekem gondolom, a bolondsággal. Hát igen, tehát gyerekkori álmom volt a turbórágóból nézegetett kis plaketten a Sunny Krakett nyomozó hófehér tesztarózája. De hát ahogy haladtunk az időbe előrébb, Lada mint versenyautó belépett az életembe. Komolyodott az ember, azok elmaradtak, és akkor utána jött egy ilyen gondolat, hogy ha már gyerek van, akkor legyen egy használható autó is. Akkor vásároltam ezt az 1003-as Zsiguli. Karosszériázták, lefestették, kicsit már mókolgatva volt, mert már készült bele a dupla vezérműtengelyes abart motor, le volt ültetve, meg nagy kipufogó, meg Honda ülés, meg mit tudom én, és akkor szóval járt vele az asszony. Kicsit modernebb autó jobb lett volna a gyerekszállítás, meg az ilyesmire, és akkor rám írt, hogy hát neki van egy ilyen viszonylag egybelévő autója, akkor érdekel. És ugye rögtön nyilván megfogott az, hogy nem kell szerkezetileg vele foglalkozni, az ablak karcos volt, meg az nem érdekes, kilincs, persze. Olyan, amilyen. De nem kell lakatoshoz rohanni küszöb cserére. Hiányos, nincs meg az oldalfogató, hogy hívják, de ugye mivel nem OT-ra, meg nem világmegváltásra készültem ezzel az autóval, hanem az, hogy legyen egy használható saját magunk szórakoztatását, vagy esetleg más multidézését magába foglaló autó, így bele szerettem. Lámpabúra, indexbúra, csere, saját magam szája íze szerinti kis cicomázás. Nem tudom, ez a sztori ismerőse, de ez az én utam. Én ugyanezt az utat járom. Ez 83-as évjárat. A sors fintora, hogy én is 83-as születésű vagyok. És akkor jött ez a bújtoros filmekből megragadt Tűzcsúcsú, igen, hogy na akkor építsünk belőle a rendőrautót. Abban az időszakban forgattak itt Magyarországon több ilyen régi 70-es, 80-as évekbeli filmet, sorozatot, hogy én is szeretnék tulajdonosa lenni egy ilyennek. Elkezdtem ezeket a különböző kiegészítőket keresgetni. Halló, őrnagy úr! Gumibot is van. Bilincs. Szonda. Itt van rajta. 87. január 26. Jó utálási jegy. Merkuros. Mutattad az előbb a rádiót, hogy beszéltél bele. Az a belső egység. Itt van maga a fogadó egység, ez így a csomagtér részbe. Tehát itt volt a tápra kötve, illetve az antenna rész idejött meg. Hát éppen melyik autónál hogy volt megoldva, valahol itt hátul fúrtak rajta, vagy a csomagtartón egy lukat, így ki az antenna, vagy a hátsó sárvédőn volt egy hosszú antenna, akár a rövid talpas, akár a hosszú, itt volt a tetőn kivezetve, és akkor a tető kárpitba vartak egy cipzel, becsöppent az eső, mert nem szigetelt. Es, eső, es, es.
ilyen kisipari műhelybe készült autó, tehát volt, ami tönkrement, levettek villogót, másikat tettek föl helyette, nem sorkaposba volt normálisan csatlakoztatva, össze volt sodorva csak a kábel. Ezt az autót megihlető rendőrautó szerepelt abba a filmbe. Tehát a Viszkisben. A Viszkisben. Mm-hmm. Az Attilánál voltunk a kézműves műhelyében a kislányommal, és akkor már az autó épülő félbe volt. Mondtam, hogy épül egy ilyen autó. Elmosolyodott egy kicsit, hogy igen, köszöni, hogy gondoltam rá ebből a perspektívából. Maradjunk ennyivel. Akkor mondta, hogy ő el szeretné látni egy olyan szlogennel, ami neki mindig is fontos volt az életbe. Így került rá ez a felirat. Ambrus Attila kedvenc szlogenje. Én ezt most nem olvasnám fel, mindenki olvassa el magának. Az a lényeg, hogy itt van Attila aláírása. Tehát maga a Viszkis Rabló 2021-ben ezt az autót ellátta az aláírásával. A színkód? Hogy gyári színkódja nem volt meghatározva a kék színnek, mert nyilván korszaktól függően is lehet látni, hogy van világosabb árnyalatú, sötétebb árnyalatú. Az ugye, sötétebb. Igen, az másabb. Ez más kék is, ez mintha a betű is más lenne, nem? Igen. Más szín használt mondjuk Pest megye, meg más színt használt Nyíregyháza. Nem az volt, hogy volt egy műhely, és akkor minden autót ott szereltek föl, hanem... Mindenki házilag saját maga meg. Igen, és a szirénáid működnek? Igen. Régi rendőrök, ahogy megkapták mondjuk újonnan, vagy újszerűen a 07-es a téli időszakban, az volt az első, hogy a Vásártéren, hogy lehet az autóval driftelni, keresztbe menni. Ó, hogy szakadna rád az ég! Hát megáll a szívem, te rohadt görény! Hát mit ész mozol itt nekem ezzel a szar 1.6-os benzines, VFT-es, sperdifis ladával, te seggfej! A legelső szolgálatában, mikor az autó használta az az adott rendőr, a legelső alkalommal leütött az első sárvédőt, és akkor egy éjszaka kellett az autót kikalapálni, mire jön az őrsparancsnok másnap, hogy az az autó az egységesnek tűnjön. És ugye ebből kifolyólag, hogyha valahol megsérült az autó, akkor nem biztos, hogy ugyanazt a szint sikerült. A rendőrautóknak mik voltak a speciális sérülései? Ezt is a Zsolt barátomtól hallottam. Próbáltam úgy szépen a fóliázatot lehajtani, lehajtatni, olyan egyöntetűnek tűnjön, és egy autós találkozón össze volt az ő autója az enyémmel állítva, és akkor mondja, hogy hát ez szinte újkorukban volt a rendőrautóknak ilyen szép az ajtónak az íve, meg maga az ajtóknak az eleje, mert ugye ahogy itt kibeszálltak pisztolytáskával, bilincsel, ezek rögtön leütöttek, megsérültek. Intézkedéskor, hirtelen fékezéskor ugrott ki akár a sofőr, akár a mellette lévő, és túlnyitották, túl kiszakadt a határoló, vissza volt hajtva az ajtónak az éle. Sok esetben, ha olyan üldözés volt, akkor a rádióba belütötték a lábukat, térdüket, nem nagyon szerették ezt a konstrukciót. Mert látod, hogy hol van a rádió, tehát nem volt messze a térdétől. Hát itt mondjuk azt tudom mondani, hogy na autentikus, mert éppen mondjuk a pisztolytáska verte le. Mi az az utolsó időpont, amikor tudod, hogy Zsiguli onnantól, vagy Lada onnantól már nem volt a rendőrségnek? Annyit tudok, szintén ilyen rendőrségi berkekből, hogy az utolsó szolgáló kereklámpás ladát, az 2005-ben. Tehát akkor voltak ki a szolgálatból. 85 környékén, ahogy beléptek. Ugye már jöttek a kockák? A kockák, ugye nyilván a szedámból viszonylag sok volt, utána jöttek a kombik, de mondom, tehát az is elenyésző számmal. Ők már lényegesen kevesebb időt szolgáltak, mert ugye 92-től... Jöttek a modern, Opel Astrák. Igen, az Opel Astrát állították igen, sorrendben. Igen, nyilván igen. Előtte is volt már egyetőjénél, hogy Felicia, a kettes Golf. Tényleg. Ford Escort. És neki mi van a belsejében? Őt is felszerelted? Igen. Erről mesélj erről a fényképezőgépről, hogy ez rendes helyszín elő? Hasonló a helyszínen a fényképezőgép korhű, 21.04-es kombilada alapból nagyon kevés érkezett az országba,
civil autóként is, aha, még kevesebbet alakítottak át rendőrautónak, és amik rendőrségi felhasználásra kerültek, azok túlnyomó része kutyás rendőrautónak készült, vagy pedig baleseti helyszínelőként bólya meg. Azért ott a bólya, tök jó. Itt is a siréna vezérlőegység, mm-hmm, a rádió, itt már nyilván egy korszakkal másabb van. Igen, ez már újabb. Igen, és tényleg villan. A villanócsöves. Ez kemény. Na, ez tartós halláskárosodás, hogyha közel vagy hozzá. Ó, a kutyák beindultak. Csomószor megkapom, hogy hogy lehet az autóval közúton közlekedni. Ne van takarva, feliratra is mind a négy ajtóra külön mágnes matricából kéken lefóliázott, mm-hmm, borítás van, négy külön darabból fel tudom tenni. Például már az is elegendő lenne, hogyha szigetelő szalaggal csak az ő betűt letakarod. Tényleg? Persze. Ja, mert akkor rendőrség és akkor... Igen. De jó! De mivel nincsenek rajta egyik autón se a mostani dizájnnak megfelelő fényvisszaverő... Most már más a kinézete a rendőrségnek, ugye más az arculata. Tehát közúti forgalomban és műszaki vizsgán csak úgy lehet, hogy azok le vannak takarva, igen, ugye, meg a kék lámpa. Nem kell leszerelni a kék lámpát, de csak le kell takarni? Nem, ugye ez úgy van bekötve, hogy látod, sorkapocsba van bekötve. Aha, és igen, ez igen, érdekesség, igen, hogy annak idején a rendőrségnél is így volt, tehát egy csomószor volt, hogy nem forgott, kontakthibás volt, vagy csak össze volt tekerve szigetelő szalaggal, és akkor szikrázott, villogott, mindent csinált. Azt kikötöm, viszont lebuktatom így a hidat, leveszem ezt a kábelt, mivel nincsen kifúrva a karosszéria, uh-huh, tehát itt van elvezetve. Mind a kettőnél, ugye, igen, mivel, igen, mivel replika, azt fogom, beteszem a kesztyűtartóba, és mivel nem haladja meg a megengedett színeltérést a matricázás miatt, igen, így simán leműszak ezeket. RB2104, de menő! És igen, itt a csomagfejrettség. Aha. Igen, ebbe is ugyanúgy bekötve előről jön a hosszú kábel, teljesen ide a végéig. Kaptam negatív kommentet, hogy a rendőrségnél nem volt soha gázos autó. Volt egy hullám a 90-es évek közepe táján, amikor spórolás céljából a legtöbb szolgáló autót begázosították. Tehát a Nivákat, Opeleket, tehát a rendőrségen belül. Nyilván ezt is megyéje válogatta, mm, de van olyan információ, akik tényleg azt mondják, hogy ők ott szolgáltak, és akkor minden autó, ami volt a járműparkban, azt elvitték, és gáz üzeműre alakították át, és ha most éppen beleesett egy ilyen autó, akkor simán lehet is már autentikus. Négy év gyümölcse. Ez a kis magángyűjtemény, amivel nincsen semmilyen kereskedelmi célom. Azért azt tegyük hozzá, hogy ez a kis magángyűjtemény az akkora, hogy amikor én bementem oda és megláttam, akkor gyakorlatilag padlót fogtam tőle. Honvédségi M-záró Night Vision éjjellátó. Van egy speciális sínezete, amivel az AK-ra fel lehet rögzíteni. Az AK az egy Airsoft replika. Portáskája megvan, zsinfokvírú becsomagolva. Tehát ez Airsoft, viszont ez full eredeti. Igen. Lajstrom számon megvan neki, tehát ez egy használható. Szabad emelni? Oh, mindenki! Ha van egy súlya azért rajta. Túlnyomó részt inkább a határőrök használták, aha, nyilván a rendőrségnél is volt bizonyos mennyiségben belőle. Na ki a kemény? Kiskatonák vagy a határőrök ezzel csak vízszintesen tudtak szaladni. Tehát nem tudták fölfordítani, aha, mert a gyári reteszelő sínről ez vissza tudott csúszni. Amikor már meg volt kopva egy kicsit a sín, aztán akkor ez visszacsúszott. És ugye ja, ezzel így és nehéz, kell, volt, igen, nehéz volt futni. Lesz, vagy, a lábukra vagy, mondjuk. Vagy lógatva, aha, futottak a rendes üzével, vagy ugye felfordítva, és így ez vízszintes használatban egy kicsit kényelmetlen. Ez egy rendőrségnél is rendszeresített, illetve a katonaság gyakorló pisztoly, illetve a dobókés. A rendőrök tanultak késse dobálni. Hát inkább a honvédségnél volt ez. A Zsigulik Ladáknál nem volt úgy, mint a rendőrasztráknál, hogy kimondottan úgy érkezett az autó, hogy ez rendőrautónak van gyártva. Nem. Hiszen ezek sima mezei Zsigulik vagy Ladák voltak. Zsigulik voltak, igen. Mi magyarok gyártottunk Ikaruszt. Így van. Került külföldre, és cserébe érkezett helyette a cserekereskedele. És ugye
abból alakultak a taxik, abból alakultak a rendőrautók. A Zsukoknál, Nizáknál volt egy olyan időszak, ha már ilyen szolgáló autókról beszélünk, ahol gyárilag mentőnek, illetve tűzoltónak készültek. Ugye itt nem voltak szabványok annak idején, ott a 70-es évek, 80-as évek elején, mindenféle fajta kivitele. Mindent raktak mindenre. Minden. Amikor megjöttek a ladák, és azokat elkezdték rendőrautónak alakítani. Ugye volt egy szabvány előidézőjelben szabvány előírás, hogy fessék a betűtípust, a csíkot az oldalára, hogy kellene felszerelve lenni. Ez nagyjából azt mutatja, ugye? Hasonló, tehát itt is valaki azt mondja, hogy a taxiknak volt ez az előírása, hogy így kell elhelyezni. Én ezt szintén egy gyűjtő barátomtól kaptam ezt a képet, hogy annak idején így adták ki. Tehát középen volt az UEH antenna. Hát vagy a csomagtartó, mikor éppen hova sikerült. Igen. És a csomagtartóban volt az adóevőnek az agya. Nem volt központi egység, ahol ezeket szerelgették, mint egy gyártósor vagy egy üzem, hanem kiadtak egy ilyen formanyomtatványt, küldték az alkatrészeket, és akkor kinek hogy sikerült. Igen. Ez a 70-es évek gyerekei. Utána ugye jöttek az elektrák, az elektra után jött a magyaroknál a Viltesz. Hát tudjak én is valamit. Ez a fajta, ez a lengyel elektra. LB5. És ezek voltak a Níza mentőkön. Igen, az első. És ezeket lekopintották a magyarok, igaz? Nem. Nem? Ezt az alacsony talpú kivitelét, hogyha megnézed egy Vilteszhez képest, körülbelül 2 centi különbség van magába a igen. Fémházba. Maga a búra meg a külső kialakításhoz szinte csekhető is. Igen, csak a magyarok ebbe Warburg ablaktörlő motor. És ugye magasabb, nagyobb ház kellett neki. Igen. Aha. Ez gyári tiszta újat. Látszik, nézd az alján. A fogatófültől, szártól kezdve a gyári matrica. Viltesz matrica rajta. Igen. De kemény. Nagyon szép kék a búra mindegyik. A búrája mindegyiknek, ami ebben a szekrényben van, az meg van polírozva, és kerámia bevonattal van ellátva. Úgy ezt az egy, igazi. Ezt egy szintén egy ilyen hasonló rendőrautós beállítottságú kedves barátom csinálgatja. Mekkora közösség? Mondtam, hogy a zsigulis közösség jó közösség, meg a rendőrautós közösség is, tessék! A legmodernebb kivitele volt neki a villanócsöves, ami már ott a kockaladán is ilyen volt. Kockaladákon, igen. Nívákon ilyenek volt, aha. Kék színű búrából, azért van vadonatú. Utánpótlás. Maga a tartó. Tehát ahogy fel volt fogadva ugye az autóra, én sokáig kerestem ilyet, hogy is lehetne ugye ezt felfogadni, és mindenki azt mondta, hogy tetőcsomagtartót kéne venni, és akkor azt szétvágni. Egyébként ez mennyire különbözik a tetőcsomagtartótól? Ez egy filmes autóról került hozzám, gyárinak mondható kialakítású. Ami különleges, az alatta lévő fényhíd, ugye a 70-es években még az ugye a sima 1002-esekre ez a típusú hajlított csővázas. Igen. Ötvös csöpi is, mikor kilép az 1002-esnek. Ezt markolja meg. A jobb első ablakán, hogy fel... Ezt a csövet markolja meg, amikor a helikopteres téma van. Igen. És ezeknek azért számottevő a súlyuk is, ugye emelgettem ezeket, ez baromi nehéz. Itt látszik is, hogy azért ez keményen ki volt merevítve, meg rendes tartólemezeket csinálgattak neki még akkoriban. A sziréna vezérlők, ugye? Sziréna vezérlők, igen. A 70-es években volt az első időszak, ugye ez még a Zsuk tűzoltónak az orszirénája, illetve... Ez ami felpörög. Igen, illetve a Níza mentőkben volt ez a három szólamú. Preston 75-12, és akkor ugye ezt egy modernebb verzió már ott a 80-as évek közepétől váltotta le, ez a Ariston 150-es egység. Ez annyival másabb, hogy itt egy egységen belül tudtad külön kapcsolni magát a vezérlőt, meg esetleg a kékfényt. Akkor itt vannak mellette a szirénák. Igen, igen. Ilyen az enyém, de úgy, hogy nekem az egyiknek ilyen a belseje, a másiknak ilyen a belseje. A 82-es gyártmányú hangszóró, ugye ezzel a fém dómmal volt. Fantázia neve a H50S, és ugye kiváltotta ez az újabb, modernebb verziójú, ugye ennek már egy ilyen műanyag dómja van. Ugyanazt a belsőt kapta minimális módosítással. Soha nem volt semmire felszerelve. Ez egy rendőrségi raktárból került hozzám. Ez
Tudomásom szerint egy rabszállító Ikarusznak volt a tartalék hangszórója. Rabló támadás, kezeket fel. Jobb, ha te mondod, a te hangod mélyebb. Így jött ki a gyárból. Igen. Ez teljesen. Igen, ez 91-es évjáratú, ez szinte már ott a gyártási korszak utolsó. Alkoholteszter! Ezt azért nézzük meg! Nem mikrofon, hanem ebbe kellett fújnod, ugye? Te belefújtál, és ott kimutatta, nézd ott, hogy ezrelék. Jó. Nézzük meg, hogy itt a meg. Fújhatom én ezt? Ez micsoda? Ez két különböző dolog, ugye? Két különböző dolog. Ezt a kis kiegészítő táblát, ezt általában ilyen vidéki KMB-sek kapták, civil autókra volt felszerelve, ugye bedugta, három darab szofita izzó világított benne, és akkor világított a rendőrség felirat. Ugye ellenőrzéskor felkapcsolták, világított benne egy izzósor, ugye stop ellenőrzés, álljon félre, és a két szélső sárga az villogott rajta. Ennek az a különlegessége, hogy ez a legjobb tudomásom szerint ez gépjárműre sose volt felszerelve, ez egy ilyen rendőrségi eligazítóba, áram alá volt helyezve, utogatta, teljesen szemléltetés véget ment, de gépjárműre sose volt. Az állapota az tényleg. És ez? Jaj, ez nagyon öreg. Igen, tehát ennek a fantázia neve, ennek a két rádiónak, az nagyjából egy korszak, ez ott a Kádár korszak, Veszprém FM-nek nevezett rádióegység. Ezeket ezzel a kis hortáskával a vállukon még a gyalogos járőrök használták, tudtak kommunikálni egy ilyen maximum, egy ilyen 100, jó esetben 200 méteres körzeten belül, sávváltó, hívógomb. És ez önmagában majdnem egy kiló. Ahogy haladunk a korszakba, a rádió gyártásba, ugye ha rendőrautóról beszélünk, akkor az 1002-es rendőrautókban először ez a BRG GK3-as titáns gyártási időszakban a telefonkagylós kézibeszélős kivitellel, utána jöttek ezek a GK4, GK5, és akkor ugye a 300-as sorozat, ebből viszonylag több volt rendőrségi felhasználásra, utána már szerelték ezzel a nyomógombos. Hívom a 21-est, hívom a 21-est, vétel! PTT gomb, tehát puktótak. Aha, igen. De a régi az... Halló! De komoly! És ezt is itt megnyomtad, és akkor beszéltél. Maga a gyalogos járő, vagy az autóhoz tartozó, szintén ott a 70-es évek elején voltak ezek a Maros B rádió. Visszhang! Ez van az autóban is! Hát igen, ugye, igen. Tehát ez az ötvös csöpi filmből a hosszú antennás kivitel, hogy tudsz beszélni, és hát most ebből is van úgymond egy különleges darab, nem mondom, hogy soha nem volt használva. Ez nagyon úgy tűnik, hogy nem volt. Igen, tehát ezzel a gyárból kiadott tároló tungorocell dobozával az együtt van két pár. Itt a tűzoltó autód, ugye? Igen. Eladó, ha valaki tűzoltót akar venni, tessék hívni. A kombiladához tartozó, ez egy Bács-Kiskun megyei őrsről egy fotó, tehát hogy szolgáló autóként ugye, hogy használták a 2104-est. A villanócsöves, ott meg a régi fajta. Aha. Elektrovillogó volt, aminek ilyen matricázó volt a motorháztető közepe, illetve a csomagtér ajtó volt, amelyiken a régi rendőrség címer volt, volt, aminek az oldalán egyáltalán nem volt ez a rendőrség felirat, hanem csak a rendőrség címer. Viszonylag a motorterét is olyan egységessé varázsolni. Nem egy út és autóról beszélünk. De azért... te se piros kábelt raktál bele, úgyhogy már nekem is megvan az új. De ezt festetted? Festettem, igen. Ugyanolyan színre. És honnan szedtél ilyen matricát? Keresgetéseim során, ahogy a villagókat, meg minden egyéb mást. Ezt most tettük tavaly november végén, december elején rendbe, fék, futómű, ilyesmi. Milyen hangja van? El lehet indítani? Persze. Nagyon szép hangja van. Szóval, ha kell valakinek kocka rendőrautó, ez is eladó. De attól nem válnál meg semmiképpen. Hát, azt nem. Ugye, hogy nem?
Azért az 1002 az 1002. Olyan sok jó érzésű emberrel találkoztam ezzel kapcsolatban. Nyilván én mindenkinek elmondtam, akivel kapcsolatba álltam, hogy ezekkel semmilyen kereskedelmi szándékom nincs. Ezt csak magamnak próbálgatom így összeszedni. Lehet, hogy majd a két lány, hogyha egyszer nagy lesz, és 20 év múlva ezek, ha így sikerül őket megőrizni ebbe az állapotba, még nagyobb összeget képviselnek, nem tudom. Ez az örökségük. Ennyik voltunk mára. Ha tetszett, nekem megköszönheted egy lájkkal, vagy egy kommentel. Neki meg, hogy is tudnád megköszönni? Vedd meg a ladát!